pizzamizók, Mimi vagyok. Nézzétek, milyen szép rózsaszín dobozt kaptam ma. Nézzük is meg, mit rejteget. Úgy is. Van itt egy boríték, nézzük is meg. Megfordítjuk, és kivesszük belőle a kérdést. Ígyni. Mi az álomajándékod? Ez egyszerű. Egy hét nyugalom, amikor nem kell dogát írni, tanulni, és azt csinálhatok, amit csak szeretnék. Nekem egy jó barbiszett azért jöhetne. Szerintem írj egy levelet a Jézuskának. Hát ha... Nem kell kifigurálni. Jó, igyekszem. Kicsomizók, nektek mi az álomajándékotok? Írjátok meg kommentben. Milyen sok labdánk van. Na, de azért nézzük meg, mit rejtegetnek. Nem látok semmit. Hol van? Tuti nem fér bele a dobozba. Ez már nem egyszer történt meg. Azta! Ez egy Barbie mentőautó készlet. Wow! Több mint 60 cm széles. You can be anything. Bármi lehetsz. 3 éves kortól ajánlott. De jó felszerelések vannak benne. Van itt minden. Virág, mackó. Több mint 2 láb széles. Azaz, több mint 60 cm. 20 kiegészítő van hozzá. Az sok. És szirénázik is. Azta, ez egy igazi mentőautó. De jól néz ki. Tök jó kiegészítők vannak hozzá. Van ott mackó, maszk. Szúr is van, bár az nem a kedvencem. De egy mentőautóba az is kell. Aha, itt vannak a kiegészítők. Tényleg jó sok van. Látjátok, így néz ki a vizsgálóterem, vagy a rendelő. Ez 2 az 1-ben? Mentőautó és rendelő is. Ugye milyen menő? Ahogy mondtam már, tud szirénázni. Itt a váróterem. Látjátok, ott egy kislány is van. És magazint olvasgatnak. Itt a recepció. Itt felveszik az adatokat. És itt a vizsgálóasztal, ami fekvő és ülő pozícióba is állítható. Itt még ajándékbolt is van. Látjátok, itt vannak a folyamatai. Hogyan tudjuk kinyitni? És hogy mit kapunk? Azt a gombot kell megnyomni, hogy majd szirénázzon. Na, próbáljuk is ki! Igen, azt a gombot. Azta! Szirénázik! Nagyon menő! Na akkor kezdjünk is bele! Riasztás van! Gyerünk, Barbie! Ezt figyeljétek, milyen menő! Onnan lemaradt egy matica. Na se baj, mi oda ragasztjuk. Itt is van. Barbie. Ezt ide ragasztjuk, és szerintem ez így lesz igazán tökéletes. Minden matricának megvan a maga helye. Ez a Barbie mentőautó igazán a Barbie világból jött. Tökéletesek a színei, minden tökéletes. Még egyszer nyomjuk meg, annyira jó. Barbie készen áll a segítségnyújtásra. És megnézzük a rendelőt. Wow! Mennyi minden van itt? Jobb is, hogyha belekezdünk a rendezésbe. Hisz csomó páciens vár ránk. Még szemvizsgálatot is lehet csinálni. De nézzük sorba kiegészítőket. Oda jön a monitor, és van itt 2 röntgen, egy kézről meg egy lábról. Ezeket ide rakjuk. Így. Szuper. Ez itt meg egy korlap. Ez esetben oda. Tökéletes hely. Itt vannak a vizsgáló eszközeink. Valamint egy szuri. Ezeknek is megvan a maga helyük. Látjátok? Pont itt. És itt van egy nagyon cuki maci. Imádom a macikat. Nekem van egy óriás macim otthon. Mehet is az ajándékboltba.
ahogy ez a kulacs is. Itt vannak a magazinok, hogy mikor várnak a páciensek, ne unatkozzanak. Ide rakjuk ezeket is. És egy csokor rózsa. Szerintem nagyon szép. Itt meg egy orvosi táska. Hú, nagyon menő. Mit is rakjunk bele? Először is kinyitjuk, és szerintem ezt belerakjuk. Úgyni, és zárva. Ez ide alulra fog jönni. Tada! Itt van az ágyunk, erre fognak majd a páciensek lefeküdni vagy leülni. Úgyni, látjátok, állítható. Ez tök szuper. És látjátok, mennyiféle matrica van? Ezeket majd a sebekre kell rárakni. Itt egy ilyen asztalka van. Ez tökéletes lesz a váróterembe. És nézzétek, a vezetőülést használhatjuk fotelként is. Úgyni, ide a váróterembe. Itt mankók is vannak, ha valaki eltörte a lábát, akkor ezt tudja majd használni. Na de itt is van az első betegünk. Kérem, üljön le a váróba! Mindjárt érkezik a doktornő. Leterítjük az ágyat. És jön is a doktornőnk! Várják! Mielőtt elkezdené vizsgálni, ezt nehogy elfelejtsd fölrakni. Jó kis stetoszkóp. Úgyni. És ide. Jöhet az első páciens. Feküdjön föl az ágyra, kérem. Már is megvizsgálom. Mi a panasza? Nagyon fáj a lábam. Rendben, csinálunk gyorsan egy röntgent, és meg is mérjük a vérnyomását. Az mindig jól jöhet. Úgyni. Nézzük a röntgent. Aha. Szerencsére nem látok itt semmilyen törést. Ez szerintem zúzódás. Ó, hála az égnek. A vérnyomása is rendben van. De azért felírok pár gyógyszert. Kérem szépen, töltse ki az értékelőlapot, remélem elégedett volt a szolgálattal. Viccel? Tökéletes volt! Köszönöm szépen! Na sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek melyik a kedvenc Barbie autótok. Pápa! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!